Komoly sajtóvízhangot váltott ki Siklósi Péter honvédelmi helyettes államtitkár minapi beszéde, amikor egy budapesti konferencián orosz agresszióról és veszélyről beszélt. Végre kimondta valaki a magyar kormányból, hogy Oroszországtól nagyon is érdemes félni, írta például az egyik hírportál. Nyíltan beszélt az orosz fenyegetésről egy magyar kormánytag, írta a másik. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gondolom érti, hogy miért volt ez meglepő a sajtó munkatársai számára, hiszen szembe ment mindaz, amit ön elmondott arról, hogy Oroszország veszélyes, agresszív stratégiát folytat, és ez a mi számunkra és az egész térség számára veszélyt jelent. A magyar kormány eddigi kommunikációjával, amelyben a magyar, ugye az orosz veszélyt úgy tűnik inkább elbagatelizálni próbálták, azért, hogy egyéb gazdasági együttműködéseket ne kelljen annyira magyarázni. És az, amit most ön mondott, az sokféleképpen értelmezhető, akár úgy, hogy egy fordulat első jele, akár úgy, hogy ön kibeszél a hivatalos vonalból, akár úgy, hogy valamiféle kommunikációs trükkről van szó, vagy egy újabb pávatáncról, csak ebben az esetben most ön a páva. Melyik? Nem hiszem, hogy egyik is ezek közül lenne az igazság. A helyzet az, hogy semmi olyasmit nem mondtam, ami a kormánynak az eddigi politikájából ne következne. Hogyha megnézzük az elmúlt időszaknak az eseményeit, ugye biztonságpolitikai szempontból, vagy a hadsereget érintő szempontból, a NATO csúcs találkozója Walesben szeptember elején volt az az esemény, ami talán a legfontosabb volt ezen a területen. A NATO az egy olyan szervezet, ahol minden döntést konszenzussal hoznak. Tehát mind a 28 államnak egyet kell értenie. A NATO kommunikéi azok teljesen egyértelműek, és a magyar kormány is 100%-ban osztotta, ami ott megjelent. Az a kommuniké az arról beszélt, hogy az orosz érdekérvényesítés sokkal agresszívebbé vált az utóbbi időben, és hogy ez kihívást jelent a nyugat számára. De az a nagy kérdés nyilván, hogy mi hogy feleltünk meg az elmúlt időszakban erre a kihívásra, és hogy azért ezt másképp értelmezik nyugaton, arra elég, hogyha Orbán Viktor szavait idézem, aki most Münchenben beszélt erről a témáról, a déli áramlat kérdését és az erőmű bővítést említette elsősorban, és azt mondta, hogy ezek az ukrán-orosz konfliktus révén belekerültek egy geopolitikai, katonapolitikai, biztonságpolitikai térbe. Washington mindkét ügyet az Oroszországhoz való közeledésként értelmezi, holott mi nem akarunk közeledni senkihez sem, és távolodni sem akarunk. Nem orosz barát, hanem magyar barát politikát folytatunk. Vagyis a magyar miniszterelnök bizonygatja Münchenben, hogy nem vagyunk orosz barátok, majd ön elmond egy ilyen beszédet egy budapesti konferencián, ami minthogyha arról szólna, hogy ismét csak bizonyítsuk, hogy nem vagyunk elfogultan orosz barátok, miközben erről szól a teljes nyugat-európai sajtó, de az orosz sajtóban is úgy írnak Orbán Viktorról, mint a mi emberünkről, és például a déli áramlat építéséről, úgy, mint egy orosz diplomáciai, külpolitikai diadalról. Helytelenül. Ők is helytelenül írnak így, meg a nyugat-európai, illetve amerikai sajtótermékek is helytelenül írnak. Victoria Nuland, amerikai külügyi helyettes államtitkár beszélt nem olyan régen arról felháborodva, hogy mit gondol arról, egyértelműen Magyarországnak szült az üzenet, hogy mi a NATO 5-ös cikkeinek takarója alatt alszunk békében, ugye ez jelenti azt, hogy minket is megvédenek. Megkérdezném Victoria Nulandtól, hogy ezt az üzenetet ő személyesen kívánja átadni azoknak a meghalt magyar katonáknak, a családtagjainak, akik Afganisztánban haltak meg, és Irakban, vagy pedig majd én mondjam el helyette. De ennek semmi köze, de az afganisztáni kérdésnek semmi köze ahhoz, amit ők arról gondolnak, amit déli áramlat ügyben a magyar kormány lép, amit Paks ügyben a magyar kormány lép, amit az ukrán-orosz konfliktus ügyében a magyar kormány lép. Ez mind összefügg, hogy ne? Ők maguk állították összefüggésbe. Ugye ők maguk mondták azt, hogy Magyarország itt henyél gyakorlatilag az 5. cikkei takarója alatt, és nem tesz semmit. Dehogy nem tesz. Ezt senki nem mondta, hogy NATO kötelezettségeknek katonailag nem teszünk eleget, amit ő pontosan mondott, de hogyha szeretné, akkor egyébként ezt fel is olvashatom. Azt mondta, hogy egyes európai vezetők azon ügyködnek, hogy megbontsák a szövetségünket, arra kérném őket emlékezzenek vissza a saját történelmükre, és hogy mennyire szerették volna, a szomszédaik kiállnak mellettük. Ez arra vonatkozott, amikor a szankciókkal kapcsolatban fogalmazott meg Magyarország kétségeket. Aztán azt is mondta, hogy annak ellenére, hogy európai vezetők hasznot húznak az uniós és NATO tagságból, úgy tűnik egyesek elfelejtették, hogy milyen értékeken alapulnak ezek a szervezetek.
Ekkor mondta ezt a bizonyos idézetet a NATO 5. cikkelyéről, miközben nappal az illiberális demokráciát építik, felkorbácsolják a nacionalizmust, korlátozzák a szabad sajtót, démonizálják a társadalmat. Aztán szó volt arról is, hogy közreműködnek az orosz déli áramlat gázvezeték megépítésében, amely az Európai Unió Nabucco vezetékének a vetélytársa, és azt mondta a diplomata, hogy ezek az országok mocskos megállapodásokat kötnek, amelyekkel annak ellenére növelik az energiafüggőségünk, hogy hivatalosan a diverzifikálás, vagyis az energiabeszerzés megosztása mellett kötelezték el magukat. Vagyis nem lehet ilyen szépen elválasztani az energiapolitikát, meg a védelmi politikát, meg a külpolitikát. Ja, persze, hogy nem. De hát mindegyiket külön-külön meg kell vizsgálni, hogy miről szól. Hozzá lehet ide keverni mondjuk a déli áramlatot. Rendben, nézzük meg, hogy miről szól a déli áramlat. Ugye a Nabuccót, azt hiába keverjük ide, a Nabucco véget ért. Nabucco nincs. Tehát nem arról van szó, hogy vagy Nabucco, vagy déli áramlat. Már csak a déli áramlat van. Tehát vagy déli áramlat, vagy semmi. Mert teljesen egyértelmű, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak nagyon nem tetszik az, hogy mi a déli áramlat megépítésében benne vagyunk, de hogyha csak a magyar érdekeket nézzük. Ön arról beszél, hogy az egész biztonságpolitikai stratégiánkat lehet, hogy át kell értékelni, mert akkor a veszélyt jelent Oroszország agresszív politikája. Most közben a magyar kormány olyan infrastruktúrális beruházásokba köti bele a következő kormányokat is, amelyek értelmében nagyon nehéz lesz a későbbiekben szembe menni mondjuk orosz érdekekkel, amikor közben Paks ügyében fűtőanyagok miatt, egyébként gáz miatt, abszolút módon az oroszoktól függünk. A fűtőanyagtól, nukleáris fűtőanyagtól függni, az egy sokkal kisebb függőség, mint ugye ezek ilyen kis pici peletek, mint több ezer milliárd köbméter gáztól évente. A nukleáris erőműnek a felfejlesztése az egy csomó gázt kivált, meg egy csomó olajat kivált. Ezektől sokkal kevésbé kell függni. És egyébként, hogyha véletlenül az oroszok valamikor nem szállítanának ilyen nukleáris fűtőelemet, ezt a nukleáris fűtőelemet bárhol be lehet szerezni. Meg lehet az amerikaiaktól venni, vagy meg lehet másoktól is venni. Tehát itt nincsen akkora függőség. Hát itt vannak mondjuk például a litvánok, akik inkább a folyékony gáz irányába diverzifikáltak. Jó, nekik van tengerpartjuk, persze, ott lehet építeni olyan terminált, ahol nekik lehet importálni. Nekik sem volt egyébként ilyen termináljuk. Igen, de tengerpartjuk. Mi nem is kerestük ezeket a megoldásokat. Dehogy nem, hogy ne kerestük volna? Hát a magyar kormány régóta mondja, hogy az észak-déli gáz összeköttetést meg kell oldani. Meg is tett mindent, ami a saját magunktól függ, azt mind meg is tettünk. A magyar határig megépültek az észak-déli gázösszeköttetés biztosító, tehát, ha jól látom, úgynevezett interkonnektor. Ön nem lát semmiféle ellentmondást abban, amit ön az orosz veszélyről mond, és egyébként a magyar hivatalos energiapolitikában. Mit gondol pontosan, miben áll ez a veszély? Hogyan kell a mi nemzetbiztonsági stratégiánkat átértékelni? Ugye amikor azt mondtam egyébként, hogy mi, akkor nem pusztán Magyarországról beszéltem, hanem a nyugatról és azon belül Európáról. Tehát ez magyarul nem egy magyar kényszer, hanem ez az egész nyugati világnak a kényszere, hogy átgondoljuk, hogy hogyan reagálunk ezekre a kihívásokra. De milyen típusú veszélyre gondolt? Mert felsorolta a balti államokat, Lengyelországot, igen, sőt a svédeket és a finneket is. Így van. Megengedi elmondom. Ugye kétfajta kihívás éri a nyugatot, vagy Európát, közvetlenül Európát. Az egyik keletről jön, ez pedig a magára talált Oroszországnak az agresszívebb érdekérvényesítése. A másik kihívás az pedig délről érkezik, ez az iszlám fundamentalista és radikális erőknek a térnyerése. Ugye legutóbb az iszlám államnak a megalakulása, a kalifátus kikiáltása, és azok a szándékok, hogy ez gyakorlatilag az egész iszlám világot lefedje. Én azt állítottam, hogy a kettő kihívás közül az egyértelműen nagyobb, és ha úgy tetszik, egzisztenciális veszélyt jelentő kihívás, az az iszlám radikalizmusnak a kihívása. De ez nem jelenti azt, hogy az orosz kihívást nem kell kezelni. Hogy ne kellene kezelni, és azzal is fejeztem be egyébként a beszédemet, hogy nagyon bölcsen és higgadtan, de erőt és határozottságot felmutatva kell ezt kezelni. Egyébként a NATO pontosan ezt is tette, és a NATO-n belül Magyarország is. Hadd mondjak erre egy példát pont a balti államokkal kapcsolatban. Ugye most kezdődött ezekben a napokban Litvániában egy hadgyakorlat,
ahova Magyarország egy 140 fős századdal ment ki. Összesen három ország küldött oda századot, századerejű köteléket, az Amerikai Egyesült Államok, Magyarország és Litvánia. Ráadásul mi nem csak a hadgyakorlaton leszünk ott, ami egy mondjuk egy hetes esemény, hanem mi két hónapon keresztül ott állomásozunk. Az Egyesült Államokat leszámítva Magyarország az első olyan ország, tehát Európából a legelső olyan ország, amelyik két hónapot folyamatosan ott állomásoztat egy katonai erőt, és ezzel egyébként a litvánok biztonság érzetét növeli. Nagyon hálásak is érte. Csak hogy egy dolog ezek szerint a NATO kötelezettség, és egy másik dolog az energiapolitika, az pedig ön sem tagadhatja, hogy legalábbis amerikai félről egyértelműen ilyen jelzések érkeznek, hogy úgy látják, hogy Magyarország szolgálja ki most a legjobban az orosz energiapolitikai érdekeket, de egyébként még ha úgy veszük geopolitikai érdekeket is akkor, amikor mondjuk elzárjuk Ukrajnába vezető gázcsapunkat, éppen akkor, amikor az orosz-ukrán tárgyalásokban ez az oroszoknak a lehető legjobban jön. Éppen akkor, amikor fel kell tölteni a saját egyébként meglehetősen alacsony szinten feltöltött tározóinkat azért, hogyha beüt a hideg tél, akkor a magyarok meg ne fagyjanak. Szakértők azóta sokat vitatkoznak, hogy ezeket a tározókat nem lehetett volna feltölteni, állítólag a kapacitások elegek voltak, lettek volna erre, de egyikünk sem energiapolitikai szakértő. Ön viszont a NATO-val nyilván tartja a kapcsolatot, sőt a Honvédelmi Minisztériumban önhoz tartozik a védelmi tervezés, ön működik együtt talán a legszorosabban a külügyminisztériummal is. NATO kapcsolataink keresztül nem érzi ezt a fajta nyomást, ezt a fajta elégedetlenséget, kritikát a magyar féllel szemben? Nem. A NATO-ban ez egyáltalán nem jelenik meg. Bilaterálisan, amerikai vonalon lehet érezni a nyomást, de ennek teljesen mások a gyökerei. És bilaterális vonalon az magyar-amerikai kapcsolatokban hogy érződik meg ez a bizonyos feszültség? Szerencsére a védelmi együttműködés területén sehogy. Az egyéb területeken érezni, hát ugye mindenki látja itt a kitiltási ügyet, illetve egyéb ügyeket, ön is idézte Nuland helyettes államtitkárnak a szavait. Ilyen módon lehet érezni. Szerencsére a védelmi területen nem érződik. Az amerikaiak is pontosan tudják, hogy Magyarország a védelmi területen, a biztonsági védelempolitika területén mindent úgy tesz, ahogy kell. Elfogadják az amerikai partnerek azt a bizonyos koncepciót, amit úgy fogalmazott meg Orbán Viktor, hogy héják leszünk politikailag, védelempolitikailag, de gazdaságilag pedig galambok? Mit jelent az, hogy elfogadják? Hát ez ugye az orosz félhez való viszonyunkat írta volna le ez a mondat. Nekem nem úgy tűnik, hogy ezt a koncepciót, amit Köcsén fogalmazott meg a miniszterelnök, de egyértelműen látszik a tendenciákban, például látszik abban is, hogy a külügyminisztérium most már külgazdasági és külügyminisztérium, és egyértelműen megfogalmazódott, hogy a gazdasági érdekeink előbbre valóak a külügyi érdekeknél, hogy ezt az amerikaiak elfogadnák. Ez a világon mindenhol úgy van, hogy a gazdasági érdekek azok nagyon fontosak. Én nem mondanám azt egyébként, hogy a gazdasági érdekek azok fontosabbak, mint a külpolitikai érdekek. Szerintem egyébként a külügyminiszter úr sem mondott ilyet, hanem azt mondta, hogy mind a kettő nagyon fontos, és eddig a külügyminisztérium nem képviselte a külgazdasági érdekeket, és mostantól kezdve ezt is fogja képviselni. És ez a változás, hogy mutatkozik meg védelempolitikában? Védelempolitikában nem nagyon. Ugye gyakorlatilag mi ezen túl is ugyanazt csináljuk, amit eddig csináltunk. Tehát mondjuk a Honvédelmi Minisztériumnak külgazdasági szerepe nagyon limitált van. Ugye nincsen komoly magyar hadipar, tehát ilyen szempontból nincsen nekünk ezzel sok dolgunk. Ebben az előadásban, amiről az előbb is beszéltünk, ön az egyik fő kérdésnek azt nevezte, hogy új hidegháborús korszak kezdődik, vagy nem, és azt a megfejtést adta, hogy nem így van. Igen. Erről szólt a konferencia, hogy lesz új hidegháború. Bizony, azóta jött ki az a hír, hogy Mihály Gorbacsov volt szovjet párt főtitkár, aki ritkán szólal meg egyébként, most a berlini fal leomlása alkalmából egy rendezvényen Berlinben, azt mondta, hogy szerinte újabb hidegháború küszöbén áll a világ, és azt is mondta, hogy az 1989-ben Moszkvában tett ígéretek megszegésével, a bizalom lerombolásával a nyugat a felelős ezért, és elsősorban az Egyesült Államok. Szerintem nincs igaza. Ha röviden kell erre válaszolnom, minden tiszteletem ellenére ezt kell, hogy mondjam. Ahhoz, hogy kialakuljon egy hidegháború, ahhoz bizonyos meglehetősen objektív feltételeknek eleget kell tenni. Például annak, hogy két egymással összemérhető erejű ország vagy tömb álljon egymással szemben.
Ezzel szemben Oroszország jelen pillanatban egész egyszerűen nem elég erős ahhoz, hogy önmaga pólus képezzen. Oroszország nem szuperhatalom többé. A Szovjetunió szuperhatalom volt, Oroszország nem az Oroszország. Egy meglehetősen erős, és egyébként bizonyos területeken erősödő, más tekintetben pedig jelentősen gyengülő regionális hatalom. Ez kevés ahhoz, tehát hiába szeretnének ők adott esetben látni egy új hidegháborút, egész egyszerűen objektíven nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy új hidegháború alakuljon ki. Az orosz fél megszólalásaiból egyértelműen látszik, hogy ők úgy érezhetik, hogy sarokba szorították őket, és hogy a NATO és az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy beavatkozhat mondjuk Koszovóban és Szerbiában, szerepe lehet a térség államainak demokratikus átalakulásában, de ugyanez ázsiai országokra is igaz. Ellenben, hogyha Oroszország mozdul meg, akkor azonnal tiltakozást vált ki. Ők kettős mércét látnak, mit gondol erről? Igen, ez teljesen egyértelmű, hogy ők így gondolják. Ugye a magam előadásában is mondtam, hogy nagyon fontos arra odafigyelni, hogy egy olyan ország, amelyik sarokba szorítva érzi magát, az nagyon veszélyessé válik. Tehát ezért kell nagyon megfontoltan közelíteni ehhez a témakörhöz. Én egyébként azt nem gondolnám, hogy minden, amit az orosz részről elhangzott, az valójában úgy is lenne. Tehát nincs kettős mérce? Szerintem nincs kettős mérce. Úgy, ahogy van, tévednek ebben az oroszok. Ugye nagyon nehéz valamit ilyen fehéren, feketén láttatni egy annyira bonyolult témakörben, mint a biztonságpolitika, de szerintem itt javarészt nincsen igazuk. Most a legfrissebb hírek Ukrajnából arról szólnak, hogy átlépték harckocsik és teherautók a szakadárok által ellenőrzött határvonalon, és már a viradóra olyan heves harcok voltak ezeken a területeken, ahol az ukrán hadsereg halottakat is kénytelen volt elszenvedni. Ebből úgy tűnik, hogy Moszkva legalábbis nem szeretné elfogadni azt a tűzszüneti egyezményt, ami ezekre a területekre korábban vonatkozott. Ez egy szeptemberi egyezmény. Egyébként ön hogyan értékeli ezt a helyzetet? Ugye ez a helyzet ez nem új, tehát gyakorlatilag itt hónapok óta, mondhatjuk, hogy augusztus vége óta nagyjából ez a helyzet, tehát hogy folyamatosan ingadozó intenzitással folyik egy ilyen harc, még akkor is, hogyha a szeptember elején megkötött minszki megállapodások ennek az ellenkezőjéről szólnak, mégis azóta is ugye ingadozó intenzitással ez a harc tovább folyik. Ami ma hajnalban történt, az ennek a része. Hát ez nagyon sajnálatos. Nyilván Magyarország is egyébként, meg a Nyugat is, meg meggyőződésünk szerint Ukrajna is abban lenne érdekelt, hogy nyugalom legyen. Csak hogy közben Orbán Viktor folyamatosan arról beszél, hogy tárgyalásokat kéne, tárgyalásos úton szankciók helyett kellene valamiféle megoldást találni erre a helyzetre, de amikor azt látjuk, hogy az orosz fél folyamatosan kelti továbbra is a feszültséget, támogatja fegyveresen a szakadárokat ezen a területen, akkor óhatatlanul felvetődik az emberben a kérdés, hogy mire lehetnek itt elegendőek a tárgyalások? És milyen eszközök lennének a világ kezében, a NATO kezében, az Európai Unió kezében, hogyha nem szankciók? A meggyőződésem, hogy a szankciók nem működnek jól. Egyébként meg lehet nézni a történelem során, hogy a szankciók mikor működtek és mikor nem. Általában nem szoktak működni, vagy ha működnek, akkor csak nagyon-nagyon hosszú idő után szoktak működni. Ráadásul akkor szoktak csak működni, hogyha az egész világ benne van. Ebben a helyzetben se nagyon sok időnk nincsen, ugye különösen azoknak nincsen, akik ott élnek. Másrészt nem is az egész világra kiterjedő ez a szankció. Tehát nincs szükség rájuk? A helyzet az, hogy az oroszok a legtöbb dolgot, amit mi szankciós listára tettünk, az be tudják máshonnan szerezni. Viszont a saját gazdaságunk nagyon keményen megsínyli ezt a dolgot. Vagyis nincsen szükség ön szerint szankciókra? Ez már egy posztfaktum. A szankciókat meghoztuk. Egyébként, hogyha emlékszik rá, akkor Magyarország ugyanúgy megszavazta, hiszen Magyarország azt mondta, hogy bár nem értünk egyet azzal, hogy ez helyes eszköz lenne a helyzet kezelésére, de fontosabb számunkra az európai egységnek a demonstrálása. És az, valóban közösen, nem vétóztuk meg a szankciókat, de ezek szerint... léptünk föl. Ez gyakorlatilag ugye azt jelenti,
hogy mi is beleegyeztünk a szankciókba. Tehát nem csak nem vétóztuk meg, hanem Magyarország is elköteleződött a szankciók mellett. Ettől még nem kell szeretnünk a szankciókat. Ugye látjuk, hogy a szankciók nagyon komoly gazdasági hátrányt okoznak, például Magyarországnak is. Meg kell kérdezni az almatermelőket. Na de milyen egyéb eszközök lennének a kezében bárkinek? Ez egy hosszú és nagy türelmet igénylő feladat. Itt például katonailag a NATO fel van készülve az ukránok megvédésére? A Ukrajna nem NATO tag. A NATO az a szövetségeseket védi meg, tehát a saját tagállamait. Ukrajna pedig nem tagja a NATO-nak. Na de az mégiscsak látszik, hogy a NATO segíteni szeretne. Ennek a helyzetnek a rendezésében, igen, hogyha a szankciók, pontosan, a szankciók nem jelentenek igen, megoldást. Igen. De erre leginkább tárgyalásos módot látunk. És mire elegendő a tárgyalás, amikor azt lehet látni, ugye ma hajnalban is ismét visszatérek ezekre a heves ütközetekre, hogy halnak meg az emberek, és az oroszok küldik oda a harckocsikat. A tárgyalások nem úgy működnek, hogy az egyik pillanatról a másikra megváltoztatják a helyzetet, hanem le kell ülnünk egymással, ki kell alakítanunk a bizalmat egymás iránt, és meg kell próbálnunk tárgyalóasztal mellett megoldani a szituációt. Meggyőződésünk, hogy ennek a helyzetnek katonai megoldása nincsen. Nem ide tartozó kérdés, csak nem tudom kihagyni, hogy tervezi-e a magyar állam a közeljövőben, hogy harci helikoptereket vagy más hadi eszközöket vásároljon az Augusta Westland nevű gyártócégtől, mert hogy többeknek feltűnt a magyar sajtóban, hogy ez a cég elkezdett harci helikoptereket hirdetni a kormány szívéhez közel álló jobboldali sajtóban. Igen, én is láttam. A helyzet az, hogy a honvédségnek, illetve nem csak a honvédségnek, hanem bizonyos más szerveknek is égetően szüksége lenne előbb-utóbb új helikopterekre. A Honvédelmi Minisztérium a belső előkészítő munkáját elvégezte ezen a területen, és előbb-utóbb, hogyha a kormány is úgy dönt, akkor kiírásra kerül valami olyan tender, vagy valamilyen más megoldás, ami arról fog szólni, hogy helikoptereket szerezzünk be. Az Augusta Westland, tehát most ezáltal lobbizik azért, hogy persze, tőlük vegyünk helikoptert? Mindegyik cég lobbizik. Ugye van a világon, mit tudom én, 4-5 cég, amelyik ilyeneket gyárt, és mindegyik szeretné eladni Magyarországnak a termékeit. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen.